Tavaly július 1-én jött létre a Déli Agrárszakképzési Centrum, melynek központja Szekszárdon található, és a fenntartója az Agrárminisztérium. Az országban összesen 5 ilyen szakképzést folytató centrum található. 4 megyében vagyunk jelen, ez Tolna, Somogy, Baranya, illetve Bács-Kiskun megyét jelenti, mintegy 12 szakképzést folytató iskolánk van. Tanulói létszámunk az körülbelül olyan 3300-3400 fő, és a munkavállalói összdolgozói létszámunk az pedig körülbelül 750-760 fő között változik. Elsősorban az agráriumhoz kötődő képzések, tehát itt a mezőgazdaság, illetve az élelmiszeripar, ez a két fontos terület van. Ezen belül tulajdonképpen a technikus képzéstől egészen a 3 éves szakképzést folytató képzésekben jelen vagyunk, és az elmúlt időszakban pedig ugye a felnőtt képzés, azt gondolom, ami egyre inkább teret hódít. Ebben próbálunk lépést tartani, és minél több képzést a munkaerőpiacra képezni azokat a hallgatókat, jelentkezőket, akik itt az elmúlt időszakban egyre többször keresnek meg, hál' Istennek, bennünket. A felnőtt képzés kapcsán vannak olyan képzéseink, amilyen rövidebb időtartamúak, ilyen 3-4 hónapos képzések, és talán a leghosszabb az most az 1 éves technikumi képzéseink. A pandémiás időszak is rámutatott arra, hogy a magyar mezőgazdaságnak igenis óriási szerepe van. Nagyon felértékelődött, hál' Istennek, azt gondolom, felértékelődtek ezek a képzések. Látjuk a beiskolás, illetve a felvett tanulói létszámunkból, hogy folyamatosan növekvő tendenciát mutatnak. Most körülbelül egy olyan 10-12%-os növekedés az elmúlt évekhez képest, amit a szakképző iskoláinkban általánosságban el lehet mondani. Ez azt gondolom, hogy mindenképpen egy fontos mérföldkő nekünk, és arra törekszünk, hogy ez a későbbiekben is így legyen. És én azt látom, hogy nem csak a fiatalok, hanem a felnőttek körében is egyre népszerűbbek, illetve egyre keresettebbek azok a képzések, amelyeket mi biztosítani tudunk az számukra. A főigazgató elmondása szerint mindenképp arra törekszenek, hogy a legjobb személyi, illetve tárgyi feltételek álljanak rendelkezésre a képzésben résztvevők számára. Erre mind a technikai dolgozók, mind pedig az oktatók fel vannak készítve. A fejlesztések azok, meg azt gondolom, illetve a pályázati források azok nyitottak. Egyre több pályázatunk van, hál' Istennek. Most jelen pillanatban körülbelül 40 darab pályázatunk fut. Ezek között vannak kisebbek, és vannak több százmilliós nagyobb beruházást érintő fejlesztések. Tehát a tárgyi feltételek megteremtése az, azt gondolom, hogy fő prioritás és nagyon fontos feladat számunkra. A duális képzés ugye az elmúlt időszakban nagyon felértékelődik. Ugye ennek szerintem azt gondolom, hogy egyre többet hallani róla, hogy a külső gyakorlóhelyek, duális partnerekhez a tanulók már ugye viszonylag koráni 10. évfolyamot követően az úgynevezett alapvizsga után ki tudnak menni, és már tulajdonképpen munkaerőpiaci igényekre történő képzést tudunk velük közösen a duális partnerekkel folytatni, és hát én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a valós körülmények között legyenek a diákok, lássák azt, hogy miről is szól a munka világa. Ebben azt gondolom, a szakképzési törvény elmúlt időszakban történő változása nagyon pozitívan hat egyébként a képzésekre. Nagyon kiemelt magas ösztöndíjat kapnak, úgynevezett munkaszerződést kötünk, ugye, vagy hát kötnek a duális partnerek a diákokkal. Ez azt gondolom, hogy ez mindenképpen fontos. Mindegyik megyében megvannak a prioritások, mondja Simonné, Szerda és Zsuzsanna. Most nyilván egy villányi iskolában szőlészborász képzés. Nyilván, ha azt mondom, hogy Kiskunfélegyház, a Bács-Kiskun megyében, ott elsősorban a pékcukrász, az élelmiszeripari képzések. Ha pedig azt mondom, hogy Szekszárd, akkor itt ugye a Csapó iskolába, itt elsősorban mezőgazdasági technikus, vagy éppen a gazda képzések a legnépszerűbbek. Ez az elmúlt időszakban az iskoláinknak a profilja az nagyon szépen kikristályosodott, kialakult, úgyhogy én azt gondolom, hogy minden képzésünk az adott iskolában az népszerű, és hál' Istennek látva itt a beiratkozottak, felvett tanulói létszámokat, én azt gondolom, hogy jól is teljesítünk ebben.